Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Innen Bicskéről, a 15. Bicske kupáról, ami egy nyílt nemzetközi harcművészeti meghívásos verseny. 20 egyesület, illetve klub, pár fő hiány 200 nevezője van jelen, de több mint 200-an küldték el a nevezésüket. 4 éves kor volt a legkisebb, aki nevezett a mínusz 7 éves kategóriában, és 54 éves úriember is még küzd a páston. Ma 40 ember dolgozik megállás nélkül. Igen nagy alázat és teherbíró képesség kell ahhoz, hogy ez a verseny létrejöhessen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen hatalmas támogatói bázis van a szülők és egyéb személyek részéről, akik önfeláldozásból és a segítőkészségből mondhatom azt, hogy maximálisat teljesítenek. Annó nagyon régen, amikor sok versenyre jártunk, sok olyan tapasztalattal szembesültünk, ami számunkra nem igazán volt kellemes, és úgy gondoltuk, hogy mi szakítunk ezzel a dologgal, és egy teljesen új alapokra helyezett versenynek a megszervezését kezdtük el. Mi hívtuk meg azokat az irányzatokat és azokat a klubokat, akiket úgy gondoltunk, hogy méltóak ennek a versenynek a ezen a versenyen való részvételre, és elfogadták a meghívásunkat. Eléggé rideg egy verseny, eléggé embertelen, és ezen szerettünk volna mi változtatni. És ugye mindenki azért az arany, ezüst, bronzért harcol, és főleg a gyerekeknél nagyon nehéz volt feldolgozni azt, hogy üres kézzel és üres hassal ment el egy egész napos rendezvényről, amire ő nagyon sokat készült. És ezért úgy gondoltuk, hogy a mi versenyünkre, aki jön, ha nyer érmet, ha nem nyer érmet, innen nem mehet el üres kézzel. Tudjuk azt, hogy sok szülő nem tudja megengedni azt, hogy a gyermekét megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékkal lássa el, illetve nem mindig eszik a gyerek a versenyen, nem figyel arra, hogy megfelelő táplálékkal töltekezzen fel. Ezért az egyesületünk ezt is megoldottnak tekintette azzal, hogy minden versenyzőt egy tál meleg étellel vendégül lát. Ezek azok az alapelvek, amik számunkra meghatározóak voltak, mind a mellett, hogy egy magas minőségű szervezést párosítsunk emellé, aminek a feladata, hogy évről évre kiteljesedjen, mindig valami újjal kell előrukkolni, és a létszám növekedéseinek meghatározónak kell lenni az évek múltán, és nagyon büszkén mondhatom azt el, hogy a harmadik éve már 200 fő fölötti létszámmal regnál ez a verseny. Azt döntöttük el, és úgyis úgy gondoltam, hogy ennek folyamatában kell lehetőséget adni, és ez a kitartás, ami a versenyzőkben itt van, hogy évek óta itt vannak. Van olyan apuka, aki gyerekként kezdte, és most a gyereke van itt, és ő áll a gyereke mögött a 15. Bicske kupán. Ez egyszerűen rákényszerít minket arra, hogy mi nekünk ezt a missziót folytatni kell. És igaz, hogy rengeteg nehézség, rengeteg megpróbáltatás, igen sok kudarc élmény ér minket, de a harcművész az felül kell emelkedjen ezeken a dolgokon, hiszen van önuralma, önbizalma, hite, és nagyon jó mesterei, akik ezen az úton vezetik, és eznek a versenynek ez a lényege, hogy amíg ilyen emberek vannak, nekik meg kell adnunk a lehetőséget, hogy önmaguknak bizonyítsanak először is,
és nem szabad megérezniük, hogy ők milyen szociális, kulturális vagy egyéb háttérből érkezzenek. Ő nekik itt egy valami a fontos, hogy ez a nap róluk és nekik szóljon. Nagyon sok gyerek jár, folyamatosan újul meg évről évre a versenyzői létszám, amellett, hogy nagyon sok régi gyereket is látunk, akik már most már felnőtt kategóriába versenyzenek. Mind fizikailag, mind szellemileg, mind érzelmileg nagyon sokat tudtak adni a gyerekeknek itt az edzők, és a gyerekek egymásnak is. Soha nem adja föl. A legreménytelenebb helyzetben is erőt tud meríteni abból, amit itt tanult az Egyesületben, hogy soha nincs veszett helyzet, hogy a legreménytelenebbnek tűnő helyzetből is ki lehet kerülni győztesen, és mindeznek az alapja az elvégzett munka. Nagy örömünkre szolgál, hogy tagjai lehetünk a Magyarországi Sport Jitsu Szakszövetségnek, egyesületünk, és elindul egy folyamat, aminek az a lényege, hogy Magyarországon a szakszövetség a legmagasabb szakmai grémium, aki irányít és kormányoz egy sportágat, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a dolog létrejönne, ugyanis ez távlatokat nyit meg, nem csak nekünk, hanem a sportolóinknak is. Nemzetközi versenyekre van lehetőségünk kijutni. A sportolóinknak nagyon szeretnénk, ha sportösztöndíjban pontot tudnánk adni, illetve a főiskolai tanulmányaikat esetleg a sport és a testnevelés irányába tudnánk orientálni. A Sport Jitsu Szakszövetségnek ez a lényege, hogy ezeket a dolgokat kell hivatalosan törvényes keretek között létrehoznunk, fenntartanunk, megtartani és fejleszteni. Thank you.